Várakozókon a Pécsi ügyfélszolgálatán ezen a felvételen kevesen gondolják, hogy itt nem csak adóügyeket intézhetnek, hanem kiállítást is láthatnak. Pécsi központi ügyfélszolgálaton a hamis termékeket mutatjuk be az érdeklődő ügyfeleknek. A hivatalnak nagyon fontos feladata a hamis termékek kereskedelmének megakadályozása, a kiállítási anyag összeállítása is ezt szolgálja. Megmutatjuk az ügyfeleknek, hogy milyen jellemzői vannak a hamis termékeknek. Márkás gyártmányú cipők, pólók a képeken, amik valójában nem az eredeti üzemben készültek, és nem az eredeti nyersanyagokból. Az ismert név előnyeit kihasználva próbálják meg a hamisítók értékesíteni a silány minőségi utánzataikat, hasznot szerezve ebből. Attól sem riadnak vissza, hogy hamis gyógyszereket állítsanak elő. Ezt a megdöbbentő kézzel írt receptet is láthatják az érdeklődők. Hihetetlen, de ez alapján állítottak elő olyan készítményt, amely akár életveszélyes is lehet. Ezen a fotón pedig a gyártási körülmények, ami önmagáért beszél. A figyelemfelkeltés mellett sok hasznos információt kaphatunk a mini tárlaton, mondja a sajtóreferens. Milyen veszélyei vannak az internetes kereskedelemnek, a hamis termékeknek milyen ismérmei vannak, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket, és milyen szankciók várnak az illegális kereskedőkre. A kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy körültekintően vásároljunk. Ne adjuk ki például a bankkártya adatainkat felelőtlenül, mert ezzel visszaélhetnek anyagi kárt okozva. De ennél fontosabb, hogy védjük egészségünket, életünket, és ne vásároljunk bizonytalan forrásból csodaszernek beállított gyógyszereket. A NAV hamis termékekről szóló mini kiállítása Pécsen a Rákóczi úti ügyfélszolgálaton látható.